szabálytalan, Stojka mozdulata, Vakti, most Bekéje a labda, Beke, gól! Megszerzi a vezetést a Budafok a 22. percben, szokás szerint Beke Péter. Egy finom csel után be a rövid sarokba. A nagy kérdés az, hogy volt-e falt szabálytalanság a gólt megelőzően, de ugye videóbíró nincs, tehát ha úgy ítéli meg Farkas Ádám, hogy nem volt semmi, akkor ez végérvényes. Na nézzük! Szerintem elvesztett az egyensúlyát a vasas játékos, ebben a végül gólszerző Beke mennyire volt ludas, hát ez külön elemzést igényel majd. Minden esetre a csel meg a lövés az már szép. Budafoki vezetés. Ez elég rövid. Beke. Sia maradott, Beke a labdát viszi el. Beke rávezeti Litauszkira, Beke még, jó a csel, Bekelő, gól! 2-0 a Budafok javára, a második gólját szerzi Beke Péter. Egy erőszakos labdaszerzés Sierikkel szemben, és aztán a szebb napokat látott Litauszkit forgatja meg. Belül örül azért Mátyus János. A labdaszerzés, nem szól a játékvezetői síp. És itt Beke nem teszi ki Csonkának, megtolja a labdát. És gyakorlatilag, mire Litauszki odaér, vagy épp Stojka segítene, ellövi nagy erővel a jobb alsó sarok felé. És ezt már Dombó sem tudja védeni. Nándori, Soltész. Kovács, újabb helyzet, Beke, még ez a csel is jó, és még mindig ott van. Megszerzi a harmadik gólját is. Egy fél idő alatt egy mesterhármas, egy Magyar Kupa elődöntőben, egy másodosztályú csatártól. 3-0. Van, amikor minden sikerül, de általában annak sikerül minden, aki ilyen sokat tesz érte. Beke végigviszi, és ott szerencsé, hogy nála marad a labda. De nagyszerű Kovács átadása, Litauszki lemarad, és Dombón is átverekszi magát Beke. Hegedűs abszolút kétségbeesve odacsúszik.